Sosem vagyok jó ezekből a felkon fogva, hát hogyan kezdjük el a videót dolgokba. Úgyhogy most kezdjük, hogy mindenki ír egy Skodás sztorit ide a kommentekbe, aztán a intro után elmesélem, milyen is ez a vadonatúj 2020-as Skoda Octavia. Az én Skodás sztorim az pedig az, hogy mikor én megszülettem 2000-ben, akkor édesapámnak egy akkor még ugye első generációs kaszni Skoda Octavia céges autója volt, amelyet Skoda Octavia 1996-ban jött ki, mármint az a forma, és akkor az még szerintem egy tök jó, de egyszerű és unalmas utazó edény volt. Na hát ez az Octavia mögöttem már egyáltalán nem unalmas. Na, járjuk körbe! El is mondom a fontos külső változtatásokat. Nekem, ahogy megláttam már a sajtóképeken még régebben rögtön, feltűnt, hogy eltűnt az a kettévágás, amely az előző generációban volt, ugye a lökhárítóval a fényszóróban, és rögtön kiemelném, hogy borzasztó jó lett, fényszórókat kapott, gyönyörűen takarja ki az előttünk menő autókat, akár autópályán, akár autóúton, sötétben. Na, ne szaladjunk ennyire előre. A forma nem csak itt előváltozott, még nagyobb lett és még nőtt az Octavia. Ahogy láthatjátok, ez egy kombi verzió itt most, szóval 23 mm-rel nőtt a hossza, és 15 mm-rel nőtt a szélessége és a magassága. És akkor jön az az adat, amit szerintem minden kombi Octavianál az első között kérdezem meg, hány liter a csomagtere? Hát nőtt még a harmadik generációhoz is képest, ami 610 liter volt, ez most már 640 literes csomagtere. Óriási csomagtere van. Na, menjünk be, vezessük, és közben elmondom a motorválasztatot, minden egyébet, ami belül is változott, jó? Jelenleg még csak ebben a kombi változatban lehet kapni az új Octaviát, a motorválasztéka pedig úgy néz ki, hogy indul az 1000-es turbós benzines motorral, csak 6 fokozatú kéziváltóval, aztán van az 1.5-ös turbós benzines, amely ebben az autóban is van, amely 150 lóerő, és lehet venni hozzá 2 literes dízelt, amely vagy 115 vagy 150 lóerős lesz. A dízelből lehet automata váltót, és majd, ahogy mondtam, később, elvileg az év folyamán, de már megvolt most augusztusban, a online premier, az online bemutató, a Scout és az RS verziókból, úgyhogy azok durvák lesznek. Az RS, az fú, az most nagyon jól néz ki, szerintem majd vágok be vágóképeket. És amit az elején mondtam, hogy régen ez egy egyszerű utazóedény volt, szerintem mára már nagyon más lett az Octavia, és nagyon komolyan nőtt szerintem beltéri luxusban. Tehát például ez az oldalsó ajtón a kilincs is, ahogy tovább vezetik ebből a szép krómelemmel, azt nekem baromira bejön, de ugyanakkor oké, hogy ez egy viszonylag alapfelszereltségű autó, mondom azt, hogy azért így is megkerült bele. Hátsó elektromos ajtó, de mondjuk nem bőrülés került bele, hanem csak vászon, de így is egy tök jól felszerelt autó, és jó benne a luxus érzet. Új kormányt kapott, amely nekem olyan szempontból nem tetszik, hogy én nem szeretem ezeket a két különös megoldásokat, tehát szeretem, hogy középen is jön le, ugyanakkor jó a fogása, és ugyanakkor jók lettek ezek az új tekerőgombok. A középkonzol, vagyis ez a tabletszerű rész, nincsen beleépítve itt a középső műszerfalba, de mondjuk engem ez nem zavar, mert nem jön fölé a műszerfalnak itt, és nagyon igényesen van itt megcsinálva az egész, nekem bejön, és itt alatta van egy ilyen érintő panel, amivel tudjuk föl lehúzogatni a hangerő gombot, bár én azt igazából kormányról szoktam tekergetni, ha én vezetek. Volt nálunk a 8-as Golf is, amit majd nézzetek, valóban itt kiteszünk. Össze is hasonlítottuk őket, egymás mellé állítottunk, és abban már nincsen semmi fizikai gomb a középső érintőképernyő alatt. Ebben még van, és lehet, hogy abban a digitális átállásban, amit most majd a Golf, meg majd az ID3 is képvisel, tök jó, hogy az Octavia-ban még megvannak gombok. A fogyasztása nagyon meglepett. Még annyit akartam elmondani, hogy amúgy nagyon jó az a 6 fokozatú manuális váltó, meglepően jó volt és kényelmes volt, és nagyon csendes attól még, hogy egy benzines, még autópályán is.
És a fogyasztása a hosszú időtartamú átlagfogyasztása az autóban kereken 7 liter. Ezt autópályán szerintem jóval alá lehet vinni, normális autózással. Úgyhogy le a kalap. A városban picit föléugrik, de ez egy nagyon jó átlagfogyasztás szerintem. Emlékszem, olvasgattam még régebben is, mikor kijött, hogy már a nemzetközi úton is más újságírók azt írták, hogy kicsit túl feszes a futóműve. Én nem érzem annak, de értem, hogy mire gondoltak, de hát szerintem akkor lesz ez igazán jól, ha bent ül hátul két gyerek, vagy még két felnőtt, meg rengeteg cucc, és meg van zuhantva, akkor fog ez jól beállni a helyére. Ez a lenges csillapítás és ez a futómű, hogy tényleg jól mozogjon ki mindent, és ne legyen esetleg túl kemény bizonyos felhasználóknak. A kombi Octavia alapára 8 millió forint meg egy kicsitől indul, az 1000-es turbós benzines motorral. Ezzel a motorral, ami benne van, az 1.5-ös turbós benzinessel, 8 millió 591 ezer forint, 8 millió 600 ezer forinttól indul. És most, mikor teszt előtt nézegettem az árakat, kint volt a konfigurátorban egy Octavia, egy új Octavia, még kép nélkül is, a kombi Octavia mellett, amely 7,7 millió forinttól indul, gondolom az a másik kaszni formára lesz majd értető, szóval elvileg az 7 millió 700 ezer forint körül fog indulni. Tehát összességében a új kombi Octavia minden irányba kicsit növekedett, a csomagtere is megnőtt 30 literrel, belül kapott egy komoly újítást itt infotainment és érintőképernyős panelek rendszerében, plusz ez az új kormány, azért ezek nagyon jók lettek, ezek a tekerők, és luxusabb lett az egész. 8 millió forinttól indul az 1000-es turbós benzines motorral, én pedig köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, iratkozz fel, nézz át más helyekre is, Facebook, Insta, nyomulunk ott is, nézz át más videókra is, aztán csapatjuk tovább, jók lehetek, sziasztok!